Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 21-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Ezt megtekintjük ennél a kirakásnál. Ezen a képen láthatunk egy szomorú kislányt. Ez lehet, hogy ő a gyermekekre gondol, és emiatt szomorú, vagy a gyermekek szomorúak, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Ez utalhat az ő gyermekkorára, és ez utal fájdalmas emlékekre. Erre utal az első kart is. Sebzett a szíve, tele van szomorúsággal. De ez nem a jelent mutatja, esetleg az emlékeket, erről lehet szó, de ez összefüggésben áll a múltjával. De itt van egy megoldás, ezt mutatják a kardok ott a háttérben. Ezek elvágják a félelmeket, azon kívül utalnak a levegő elemére, a könnyűségre, a felszabadultság érzetére, és a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt is. Az jót tenne neki, ha ő erről beszámolna. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Ezen a képen az ördög látható, nem valami szép. Ez utalhat arra, hogy vannak hamisságok a környezetében, amit ő érez. Becsapják őt, hazudoznak neki. Amire ez a kártya még utalhat, a gondolatai. Ha itt vannak ezek a fájdalmas emlékek, akkor ezt le kellene zárni, mert ez nincs jó hatással rá. Erre utalhat itt ez a második kártya. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Itt ezen a képen a négyes szám arra utal, hogy mindkettőtöknek szüksége van a biztonság érzetére. Nem csak az anyagiak terén, hanem a párkapcsolat terén is. Itt látható ez a vidámság. Te színesíted meg az ő életét. Te szabadítod fel most őt ezektől a gondolatoktól, ami őt most elszomorít. A képen a háttérben vannak a botok. De ez olyan szűkös. Valami nyomasztja őt, vagy fogva tartja őt, vannak korlátozások is. Lehet, hogy ő erről beszámol, de te érzed is, hogy így van. Neki most ki kellene ebből lépnie, akkor felszabadultnak érezné magát, de egyedül nem tudja ezt megtenni, szüksége van a segítségedre. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez sikerülni fog, mert itt a napi kártya utal a tavaszra, a jókedvre, a megújulásokra és a beszélgetésekre is. És most áttérek az asztrológia területére, az indiai számítás szerint. Így néz ki egy indiai horoszkóp. A második kocka ott bal oldalról fent utal a kos jegyére. Ott található a nap, Merkur bolygó, Vénusz bolygó és Uránusz bolygó. Merkur elbúcsúzott a naptól, és közeledik Vénusz bolygóhoz. Itt cselekvésekről van szó, mozgásról, vagy bizonyos szerződésekről, kommunikációról,
és ez elér bennünket, hölgyeket, április 26-án. Mert az azt jelenti, hogy Merkur bolygó április 26-án eléri Vénusz bolygót. Kihat ezekre az eseményekre Uránusz bolygó is, az lehet egy meglepetés, vagy lehetnek változások. Szaturnusz bolygó a bak jegyében van, az a második kocka alulról bal oldalon, és Szaturnusz bolygó besugározza mindkét holdcsomót, Ráhút is és Kétút is. Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat, és Ráhúnál, Ketúnál szintén kármikus témák vannak. Kétó utal a múltra, jelen pillanatban a Szkorpión jegyében mozog, és Ráhú mutat egy kiutat, Ráhú az a Bika jegyében van, és mindkét holcsomó egy jó hatással, egy jó kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval. Így megvan arra a lehetőség, hogy legyen egy fordulat, bizonyos témákat vagy kapcsolatokat le tudunk zárni a múltból, és van egy kiút, egy új lehetőség, amire Ráhú utal, és megvan itt a segítség Szaturnusz bolygótól, ami kihat a sorsunkra, mert Szaturnusz bolygó az a sorsoknak a bolygója. A hold az a rák jegyében van, az aslis a holdházban, ami lefordítva kígyót jelent, és ennek van gyógyító ereje. Azon kívül utal a megújulásokra. A rák jegye jobb oldalon látható, felülről tekintve a második kockában ott van a hold. A hold jól érzi itt magát a rák jegyében, mert uralkodik a rák jegye felett. Itt a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről, és utal családi kapcsolatokra, utal az otthonunkra is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!